A napokban derült ki, hogy újabb pályázatot nyert a Bonyhádi önkormányzat, épületenergetikai felújításokat végezhetnek majd el 400 millió forint értékben. A részletekről Filóné Ferenc Ibolya polgármester számolt be. Nem az az első ilyen energetikai pályázatunk, hiszen a zeneiskolát már sikeresen befejeztük a korszerűsítését, az ugyanennek a toppos pályázati forrásnak a terhére valósult meg. A mostani beruházásból vagy pályázatból két ingatlant, önkormányzati tulajdonú ingatlant fogunk felújítani energetikai szempontból. Az egyik a Jókai utcában lévő, jelenleg a Szekszárdi Szakképzőcentrum fenntartásában működő iskola, középiskola, a másik pedig a Széchenyi iskolának az étterme, az úgynevezett ifjúsági étterem. Ugye mind a két iskolát más tartja fent, de talán ez nem probléma senkinek, hiszen a mi gyerekeink járnak ide, itt találhatók ezek az ingatlanok Bonyhádon, és természetesen mind a két ingatlan Bonyhád város önkormányzatának a tulajdona. Miután energetikai pályázatról beszélünk, ezért az is meghatározott, hogy mire lehet fordítani azt a pályázati támogatást, amit elnyertünk. Alapvetően mind a két épületnél a nyílászáró cseréje fog megtörténni teljes mértékben, homlokzat, illetve tetőszigetelés fog történni, hogy mind a két épület egy lapos tetős épület, a szigeteléssel mindenhol probléma volt, főleg a volt kettes iskolánál egy hatalmas felületről beszélünk, és több száz négyzetméteren lapos tető egy 50 éves épületnél, azt nem kell külön magyarázni, hogy milyen problémákat vethet fel. Ezek fognak teljesen megújulni, és új szigetelés kap mind a két ingatlanban, illetve a gépészet területén a fűtés korszerűsítés fog a kettes iskolában, volt kettes iskolában megtörténni. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem csak olcsóbb lesz az épületek fenntartása, hanem új külsőt is kapnak. A homlokzat szigetelés együtt jár azzal, hogy új külső homlokzatot kap a nyílászárókkal együtt minden épület, és ha csak az ifjúsági étteremre gondolunk, hát több mint 40 éve épült az is az iskolával együtt, gyakorlatilag azóta annak a külseje nem változott, hát éppen ideje is ráfér már, hogy egy sokkal esztetikusabb látvány fogadja majd az aranyárokat, de természetesen az elsődleges szempont az esztetikán túl az energetikai korszerűsítéssel, azoknak a költségeknek a megtakarítása, amivel sokkal könnyebb és egyszerűbb, költséghatékonyabb fenntartani majd ezeket az épületeket. A beruházás gyorsan elkészülhet majd, mert az önkormányzat most is előre tervezett és bízott a sikerben. Mint minden más pályázatunknál igyekeztünk ezt is olyan szinten előkészíteni, hogy amikor a pozitív döntésről is ebben bíztunk ennél a pályázatnál is, az értesítést megkapjuk, és amire a támogató jókirat és a szerződés aláírásra kerülhet, addigra már számos döntést meghozott a testület. Itt is kiválasztásra került az a tervező, aki megtervezi ezeknek az épületeknek magát a korszerűsítését. A közbeszerző is kiválasztásra került, sőt, miután 300 millió alattira tervezzük a kivitelezést, ezért a közbeszerzési törvények szerint egy legalább 5 szereplős gazdasági szereplőknek a meghívásával történhet a kivitelező kiválasztása, és erről is döntött már a testület. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen készen, vagy majdnem készen vártuk a pozitív döntést, úgyhogy néhány héten belül a közbeszerzésnek a megjelenésének semmi akadályát nem látom, és legkésőbb valamikor szeptember végén, október elején megkezdődhet a beruházás mind a két helyszínen. Bonyhádon régóta odafigyelnek arra, hogy környezettudatos beruházásokat valósítsanak meg. Hosszú évek óta a tendencia ez a városban, nem az én polgármesterségem alatt kezdődött el, de mi ezt a megkezdett munkát folytattuk ebben az elmúlt 5 évben is. Ma elmondhatjuk azt, hogy 14 intézményén a városnak több mint 350 kilovattnyi áramot tudunk termelni, hiszen ezeken az intézményeknek a tetején napelemek találhatók. Óvodáknál, iskoláknál, a művelődési központnál, sportcsarnoknál, a tanúszoda tetején, a strand területén, tehát számos olyan intézménynél, összesen, ahogy említettem, 14-nél, amit napi szinten használunk, és természetesen ezeknek az intézményeknek a fenntartási költségei lényegesen kedvezőbbek, hiszen a napelemek által megtermelt áramot, az megvételre kerül, úgynevezett adveszmérők vannak ilyen ingatlanoknál felszerelve, és ki kell fizetni azt az áramot, amit használnak, de amit megtermel áramot a napelem, azt pedig elszámolják a városnak, és azt lehet elmondani az elmúlt évek tapasztalat alapján, hogy nagyságrendekkel csökkent ezeknek az intézményeknek az energiafelhasználását, illetve ezeknek a költsége, és hát ezt nem nehéz utána végig gondolni, hogy ezeket a költségeket, hogyha nem kell áramdíjra kifizetni, akkor azokat más
dolgokra lehet felhasználni, sokkal könnyebben tudunk mozogni a saját forrásainkból. És hát ami még nagyon fontos, ugye most épül maga a napelempark, már felépült és készen van, maga a város is épített egy 500 kW-os kiserőművet, amelynek a csatlakozása van folyamatban, az a vezeték rácsatlakozása az áramelosztóhoz, az van már csak hátra, és akkor nem sokára a városnak is termelődik 500 kW-nyi energiája, ami éve szinten olyan 20-22 millió forintot fog termelni a városnak. Összességében most ugye a naperemű park, amit épített a város testületi döntés alapján, ott szintén egy pályázati forrásból szerettük volna megvalósítani, időközben mégsem íródott ki. Mi hitelt vettünk föl rá a testületi döntés alapján, hogy ez megépüljön, de a hitel 10 év alatt visszatörlesztődik és kifizetésre kerül. Már a 10 év futamidő alatt is 1-2 millió pluszban lehetünk, hogyha sokat süt a nap. És a 10 éven felül pedig ugye az ilyen naperőmű parknak akár 30-40 év is az élettartalma, az elkövetkezendő évtizedekben pedig bevételt jelent majd a városnak. Ha csak ezt önmagában nézzük, akkor 10 év után ez éves szinten ilyen 20-22 millió forintot jelent, és az összes intézményünk nagyságrendileg majdnem hasonló nagyságrendű kilovattal rendelkezik, akkor elmondhatjuk, hogy igen, ez több 10 millió forintot jelent évente a városnak. Filóni Ferenc Ibolya úgy látja, van lehetőségük a településeknek, ha valóban környezettudatos beruházásokat akarnak végrehajtani, inkább a pénzügyi keretek szabnak határt az elképzeléseknek. A topos forrásokon belül volt több ilyen lehetőség, a keretek voltak egy kicsit talán szűkösek, mert még mindig van olyan ingatlan, amit szeretnénk felújítani, illetve energetikailag korszerűsíteni, éppen itt a városházára is ráférne a napelemparknak az építése, vagy azoknak a telepítése, hiszen itt azért nagyon nagy áramfogyasztás van. De ezek ugye lezárultak ebbe a költségvetési ciklusban. Mi azért nem panaszkodhatunk, mert ahogy említettem, a zeneiskolán túl most ez a két újabb épület is energetikailag megújulhat. Én bízom benne, hogy lesznek a jövő következő ciklusban is a uniós forrásokból lesznek majd ilyen jellegű beruházásokra lehetőségek. Nagyon sok terv van még, ami megvalósításra vár, tehát mi, amikor megjelennek a pályázatok, nem akkor találjuk ki, hogy mit szeretnénk, hanem rengeteg projektötlet van a város tudatában, meg előkészítve, és amikor forrásokat lehet rá találni, akkor pedig igyekszünk minél jobban előkészíteni. Ha csak arra gondolunk, hogy a geotermikus hőnek a hasznosítása például már régóta várat magára, itt is csak az első lépést nagyon nehéz megtenni, egy kutat kellene fúrni, erre nincs forrása jelenleg a városnak és pályázati kiírásán, de hogyha az megtörténne, utána nagyon sok mindent lehetne előre lépni. Itt ennél a jelenlegi pályázatnál, amit most nyertünk meg, egy 31 kW-nyi napelem kerül majd a Jókai utcai iskolának a tetejére. Ez annak az ingatlannak, annak az iskolának az energiafelhasználását nagy mértékben fogja csökkenteni. A most elnyert 400 millió forint is megjelenik majd a költségvetésben, ami tovább növeli Bonyhád kisvárosi szinten egyébként is magas bevételeit. Az idei évi költségvetés főösszegét még februárban a képviselőtestület 4,6 milliárd forintban fogadta el, és ennek a 4,6 milliárdnak már eleve 58%-os aránya a fejlesztésekre fordítódott. Ezzel a további 400 millióval meghaladtuk az 5 milliárd forintot, amivel a költségvetés főszege változott, és természetesen a fejlesztési arányok is még inkább javultak. A mostani két épület felújításakor csak azokat a munkákat végzik majd el a tanév során, amik nem zavarják az oktatást. Minden mást a következő nyári szünetben fejeznek majd be, így a 2020-as tanévet már új épületben kezdhetik a diákok.